Marti, túl vagyunk egy újabb mérkőzés, sőt egy mérkőzés sorozaton, ami kimondottan jól sikerült azért a csapatnak. Hogy élted meg ezeket a meccseket egyáltalán az egész tavaszt eddig? Nagyon sikeres kezdés, én úgy gondolom. Gyurálani győzelmet ki tudnám emelni. Nagyon fontos volt, hogy le tudjuk őket szakítani, és ugye ha az üldözőink buknak, akkor mi általában három pontot tudtunk szerezni. Most a hétfői meccs az, abban úgy érzem több volt. Uh, ugye egy büntetőt is kiadtunk majd utána, ugye én hoztam össze egyet a soroksárnak, de a csapat mutatja, hogy végig küzdöttünk, és a legvégén egyenlíteni tudtunk. Úgy gondolom, hogy elégedett vagyok ezzel a 5-6 meccse a kezdéssel. Kupából is ugye tovább jutottunk. Mennyire volt nehéz azért úgy védeni ezen a mérkőzésen, hogy előtte beutaztátok a Dunántút, meg egy egész hetet kellett gyakorlatilag idegenben tölteni, nem tudtatok itthon sem edzeni. Nehezebb volt így feltöltődni, fáradt lehetett a csapat, de, de, úgy gondolom, hogy, hogy ez ezzel jár, főleg amíg a kupában is bent vagyunk, ez hozzá kell szoknunk és ö, szerintem a meccsre mindenki frissnek érezhette magát, nem volt ezzel gond. a Kecskemét lesz a következő ellenfél majd a Magyar Kupában. Szerettél volna mondjuk egy ilyen csapatot kapni, egy MB1 es csapatot a sorsolás környékén? Most ugye a legjobb nyolc között már nagy esély volt arra, hogy, hogy egy csapattal játszunk, szóval szerintem senkit nem ért ez meglepetésként, és ö, úgy gondolom, hogy mindenki ellen van esélyünk, hogy, ö, hogy akár még tovább jussunk a kupában. Előtte azonban jön egy bajnoki, egy Budafokon milyen meccsre számítasz? Elég nehéz meccs, mivel Budafok is az életéért küzd, ugye nem kezdték jól a tavaszt, de, de amíg mi nekünk a feljutás megszerzésért kell minden pont, nekik ugyanúgy a bemaradás nagyon fontos, szóval kiérezett meccsre számítok.